premier után koncertet is adott Kapusi Brúj Szokorak kísérletében. A szentendrei közönség láthatta elsőként Sergő Sára legújabb videóklipjét szeptember 2-án a Folt kávézóban. A Hajnali Hív című dalhoz készített klipet kertmozis vetítésen mutatták be. A premier után az énekesnő Kaposi Bruno kíséretével 100 zongorás koncertet adott a vendégeknek. Kaposi Bruno zenésztársammal adjuk elő ezt az új dalt, meg utána a klippremier, kertmozis klippremier után ezt a Hajnali Híves koncertet, ami egyébként az előző albumomról szintén válogattam dalokat, meg nagyon kevés egy-két feldolgozás is lesz, de az újdonság az a Hajnali Hív számunk, és lesz még egy plusz, amit egyébként nem nagyon jelentettem be, de megírtam, és gondoltam, hogy akkor elhozom ezt is, és akkor ezt is meghallgathatják titokban a kicsit a vendégek a legújabb számon. Miről szól ez a Hajnali Hív? Ma kérdezték egyébként, hogy a szentendrei lett, és azt gondolom, hogy egy kicsit szentendrei, kicsit egyébként ilyen kis vigasztalós, kicsit olyan, hogy merjünk kilépni egy-egy helyzetből, vagy kapcsolatból, ami nem megy, vagy bármi. Tehát itt nincs konkrét dolog, de hogy merjünk tovább lépni, merjünk fejlődni, kicsit erről szól ez az új dal. Én nagyon sokat tanultam népdalokat, nagyon a szívem csücske a mai napig, illetve a sanzonokat is, és hallgatok magyar alternatív zenéket, tehát valószínű ez a 3-5 vezete, amit megjelenik, én nem tudom, nincs még annyi nagy albumom, meg sok minden, ami alatt így kialakulhatott, de remélem, hogy már szépen lassan alakul az én irányom, és inkább ilyen kis sanzonos hang. Igen, valami olyasmi lehet, hogy sanzonosak a hangulata, meg népies, de a dalszövegek valószínűleg az a magyar alternatív zenéből ihletődtek, én azt gondolom, de majd egy okosabb embert megkérdezek erről. Tűzben égette a lámpás valahol. Az énekesnőt leginkább a sanzonok, a népdalok és a magyar alternatív zenék inspirálják. A dalokhoz ő írja a szöveget és a zenét is. Nem ez volt az első alkalom, hogy fellépett a Folt kávézóban, szentendreiként pedig vendégként is sokszor járt itt.
Egyébként volt itt koncertem, amikor legelőször, tehát én ugye mondtam, hogy népdal irányba voltam, és amikor eldöntöttem, hogy akkor inkább ez a könnyű zene fele térek, akkor itt volt az első koncertem, én Szentendrén nőttem föl, és szentendreiként abszolút törzshelyünk volt itt a barátokkal, amikor kinyitott, akkor rögtön jöttünk ide, és akkor nem is volt kérdés, hogy akkor hol kezdjük el ezt az irányt. Akkor éppen már nem laktam Szentendrén, de nagyon-nagyon azt hiszem, hogy szépen azóta ők is formálódtak, meg szerintem én is, és most a stábunk, a klipünknek a stábja is 60-80%-ban Szentendrei valahogy úgy alakult, és ezért abszolút ideális helynek gondolom. Nagyon érdekes, mert reggel a rádió Szentendrével pont azt mondta a kollégátok, hogy olyan azt gondolja, hogy a sanzonos most így megy fölfele. Én azt látom, hogy ez nyilván ez egy réteg zene, meg az a zene is, hogy amit én játszom, az nem egy ilyen sok. Tehát én mindenkinek írom nyilván, nagyon szeretném, ha mindenki szeretné, de nem fogja, és ez nem is baj, hogy nem szeretni mindenki. Alakul szerintem. Reggel sem nagyon tudtam megválaszolni a kérdést, de szerintem az elég sokan vannak, akik itt érdeklődnek, meg egyre többen itt a koncertjeimben, és ez jól esik. És szerintem a sanzon énekesnőknek is ez abszolút. Ki inspirál az ilyen zenei téren? Hát, nagyon sokan egyébként. Most hirtelen szentendreiként Kollár Lacit említeném. Nekem nagyon, a zenéje nagyon sokat ad. Mondom, ezek az alternatív magyarok nagyon Rúzsa Magdi, de ő így a, tehát neki nyilván nem olyan a zenéje, neki azért már ilyen popposabb, de ez a kisugárzása meg amit ő a zenével csinál, az nagyon sokat ad. Régebbiekből a Konzsuzsa. Én gyerekként nagyon sok régit hallgattam. Elég tág a zenei érdeklődésem, tehát komoly zenét is nagyon szeretem, meg a sima popot is. De hát ezek nagyjából, most még nagyon sokat sorolhatnék, de nem akarok, mert elmenne az idő. Kaposi Bruno, Fischer Ani zenei ösztöndíjas orgonaművész, a Jézus Szíve templom orgonistája. Sárával régóta ismerik egymást, és a közös zenélést is nagyon élvezik. Bruno a Hajnali Hév hangszerelésében is segítkezett, és a videóklipben is szerepel. Nagy gyerekkorunk óta játszottunk itthat, mindig Horvátországban utcazenéltünk mindenfélét, tehát jó barátok is vagyunk egyben, de egyébként komoly zenész, tehát ő orgonista, most volt a Zeneakadémián diplomakoncertje, és abszolút, tehát hogy összeköt minket a zene, de teljesen más világból érkezünk, és kíváncsi voltam, hogy mi lehet ennek az vagy mi lehet majd ennek az eredménye, és szilveszterkor beszéltünk, hogy kicsit így nézzük meg, hogy mit tudnánk együtt csinálni, és akkor úgy január-februárban elkezdtünk újra együtt zenélni, és akkor pont akkor írtam ezt a dalt, és akkor ebből alakult ez. Minden egyes dolgot az életből veszed az eseményeket, vagy hogyan születik egyáltalán ennek a folyamata, és az, amikor mondjuk azt mondod, hogy kész van ez a dal. Ez lehet évek, lehet hetek, lehet napok. Ez a Hajnali Év, ez érdekes, mert ez pont szerintem inkább évek. Az eleje a dallamnak, az kicsit mondjuk egy másfél-két éve íródott, aztán covidos lettem télen, és akkor befejeztem, mert nagyon akartam ezzel kezdeni valamit. Aztán a szöveg, nagyon sokat tömegközlekedek, és nagyon szeretek kitalálni történeteket az emberekről, vagy az embereknek, és általában így aztán hazamegyek, vagy a telefonomba leírom, vagy a dallamot fölveszem, ilyesmi. A zenét is szerzett? Igen, a zenét is, meg a dallamot is én írom. És itt a jelen helyzetben a Bruno nagyon sokat segített a hangszerelésben, mert azt jelenti, hogy végül hogy nézett ki, vagy hogy néz ki ez a dal, hogy alapból én írom a dalokat, meg a szöveget is, igen. Este még megvolt ez a dallam, reggel elesett valahol, szemedben valami halkan, szívedben zajban zakatok. Taszít a gondolat, hogy tarka, virágos bolt előtt aludj, karodban bezárva, tartva, dobnád Dunába egy hajó. Mire vársz, ezután a szíved boldogabb lesz.
A hajnali hév videóklipjét Budapesten forgatták. Egy kávézóban játszódik, és egy pincérnő történetét meséli el, aki mer kitörni a mókuskerékből. A videóklip készítői közül többen is szentendrei kötődésűek. Mivel ugye hajnali hév a címe, nem, kifejezetten nem akartunk híven forgatni, bár én nagyon szeretek ilyen instasztorikat is, meg nagyon szeretem a hívet minden nehézségével, meg szépségével együtt, de nem akartunk híven forgatni, hanem egy olyan helyzetbe helyezni ezt a történetet, azt, hogy mondjuk valamiből kilépni, valamiben nem összetörni, hanem helytállni, és amikor felmerült egy helyszín, akkor... Igazából nem is a külső, tehát egy külső helyszínen játszódik, és én a belsőre gondoltam, de mikor oda mentünk a helyszínre, akkor rögtön megláttuk a külső helyszínt, és ebből egy ilyen kávéházas jelenetet alkottunk meg már ott képzeletben, és végül akkor erre esett a választás, hogy egy ilyen kávéházba rendezzük meg ezt a történetet. A gyártásvezető szintén szentendrei, a Halper Kristóf barátom, Rosta Gábor rendezte, illetve a Kelecsényi Panni barátném főszereplő benne, Endrédi Gabó barátunk Centrál Színházból ismert, esetleg ő is szerepeben, ő sajnos most nem tudott eljönni, több szereplőnk is van. És mondom, tehát hogy a Csibi Marci volt, a vágó, a kameramán, tehát nagyon sok szentendrei vonal volt. Én nagyon hiszek az ilyen közösségi eseményekben, tehát így nőttem fel, hogy kertmoziztunk az Amárdiban, meg tehát nekem eleve az, hogy vetítés, édesapám is filmezett nagyon sokáig, ez a filmes világ, meg én is ilyesmi helyen dolgozom egyébként másik irányba, és nagyon szerettem volna azt, hogy ne csak annyit voltunk így a számítógép előtt, hogy üljünk le, és együtt nézzük meg, nagyon sok embernek nagyon sok munkája volt ebben a klipben, és ha már megnézzük együtt, akkor miért ne zenélnénk utána. A hajnali hév videóklipje nagy sikernek örvendett a Folt kávézóban. Sergő Sára és Kaposi Bruno a koncert végén élőben is előadták a dalt a közönségnek. Sötétben indulunk, csukva szemed, a lámpa nem ég most e kis helyen. Kifáradt lelket kezembe viszem, hajnali héven döcögünk ketten. Ez most egy nehéz és időszakom, csacsogott fagyos napos napokon, keresztül minden más csinálsz vakon, de fényen ne rejtsd el, elárulom, egy hangos feléd száll, azt mondod, elég már, rád nem mókus kerék vár, mikor gyerek voltál, magadba más láttál, jaj, a szíved mit diktál, egy hangos feléd száll, azt mondod, elég már, rád nem mókus kerék vár, mikor gyerek voltál, magadba más láttál, jaj, a szíved mit diktál. No, hallgass rám, babám, figyelj nagyon, a pince magányban sokkal imlom, kihúzlak onnan, csak fogd a karom, az élet lombok helyett lilió, vegy hangos feléd szán, azt mondod, elég már, rád nem mókus kerék, mikor gyerek voltál, magadba más láttál. Jaj, a szíved mit diktál, egy hangos feléd szán, azt mondod, elég már. Már nem mókus feléd már, mikor gyerek voltál, magadba más láttál. Jaj, a szíved mit diktál. Álmomba láttam, hogy súgt a száj, susogásba botlott, ami nagy.
Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást, tehát Szentendrére mindig hazajövök, meg hát itthon vagyok, úgyhogy nagyon nagy örömmel vagyok itt most veled. Először is szeretnék gratulálni a díjhoz. Köszönöm szépen. Nemrég vehettél át. Mennyire volt meglepetés? Abszolút meglepetés volt, amikor arról egy e-mailben értesültem, hogy a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésre felterjesztést nyertem. Akkor ez egy egészen elképesztő meglepetés volt az életemben, hiszen ahhoz hozzászoktam már intézményvezetőként, színházigazgatóként, hogy évről évre kapok egy hasonló levelet, hogy kit terjesztenék fel a társulatomból hasonló díjra vagy állami kitüntetésre. És azt gondoltam, amikor először megláttam, hogy ez is egy ilyen, most van itt az ideje egyébként a március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán lévő felterjesztésekre, tehát elkezdtem rögtön gondolkodni, hogy akkor kiket is kellene felterjesztésig eljuttatni a társulatomból, és amikor tovább olvastam a levelet, akkor láttam, hogy itt másról van szó, és ez rólam szól. Zavarba ejtő volt, de egészen őszintén mondom azt, hogy akkor is, amikor átvettem a Vigadóban a díjat az államtitkár asszonytól, miniszterhelyettes asszonytól, dr. Vitályos Esztertől, illetve Hoppál Péter államtitkár úrtól, akkor is az öröm és a büszkeség mellett az volt bennem, hogy ez a díj, ezt ugyan én veszem át, de sokkal többeknek szól. Mert ahogy egy Oscar-díj gálán el szokták a színészek mondani, hogy az akadémián túl, hát én jelen esetben mondjuk a minisztériumon vagy az államtitkárságon túl hálát adunk a producereinknek, meg a rendezőknek, meg a színházvezetőknek, akik bíztak bennem az elmúlt évtizedekben, televíziós és filmes rendezőknek. Mellettük a családom az, akik talán a leginkább azt a bázist megadják és megadták mindig is, hogy én tehessem a szakmámban a dolgomat, építhessem a karrieremet, kiélhessem a kreatív fantáziámat a saját szenvedélyes szakmámban. Tehát ez a díj, ez elsősorban a feleségemnek és a gyerekeimnek szól, meg az édesanyámnak, én ezt szoktam mindig mondani. És velük szinte egy szinten azoknak a munkatársaimnak, akikkel együtt dolgozom, van akivel még csak egy-két hónapja, van akivel egy-két évtizede adott esetben. De a színházi társulatomnak, jelen esetben a Fórum Színházi is ez a díj, én azt gondolom. És az, hogy a Fórum Színház Szentendrén most már otthonra lelt, ezt elmondhatjuk, hiszen a Szentendrei Teátrummal koprodukcióban dolgozunk most már egy esztendeje. És ez egy fél évvel későbbi dolog, mint hogy a családom szentendrei lett. Pontosabban én lettem igazán, meg a gyermekek szentendreiek, hiszen az én feleségem egy tőzsgyökeres szentendrei leány. Úgyhogy Zita ide született, és neki ez az otthona, és most már az egész családunk otthona. Tehát az, hogy a Fórum Színháznak is otthona lett a Dunakanyar égköveként Szentendrén, ez az új színház, a PMK tulajdonképpen, tehát a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár, ahol rendszeresen játszik a színházunk, ez egy óriási nagy öröm és egy nagyon nagy büszkeség. Úgyhogy Szentendré is ez a díj. Olyan megható volt, mikor olvastam, hogy természetesen a stáb és a többi csapattag mellett, vagy előtt feleségednek ajánlottad ezt a díjat és a családodnak. Mennyire fontos a csapatmunka a te munkád során? Ez egy olyan műfaj ez a miénk, mint ahogy a tiéd is, amiben néhányan visszük a vására bűrünket, tehát néhányunkat látnak a kedves nézők, néhányan vagyunk ott a reflektorfényben, de jóval többen dolgoznak a háttérben, és hogyha ők nem lennének, akkor nem tudna egy csapatmunka eredményeként megvalósulni maga az a végtermék, ami legyen egy színházi előadás, legyen egy jó interjú, legyen egy híradóanyag, infotainment tartalom, vagy bármi más, vagy éppen szórakoztató tartalom. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem magányos harcosok vannak ebben a műfajban, sem a kultúrában, sem a szórakoztatásban, sem a híradásban, televíziózásban, filmezésben nem. Ezek mind-mind olyan szakmák, ahol stábok, ahol társulatok, ahol csapatok dolgoznak együtt. És csak akkor garantált a siker, hogyha ezek a csapatok, ezek a társulatok, ezek összetartóak, és az egy mindenkiért, mindenki egyért
elve érvényesül. Én ezt tartom a Fórum Színházban is végtelenül fontosnak, és én ezt tanultam, amikor engem 26 évesen neveztek ki először intézményvezetőnek, én akkor lettem Gödöllőn a mai Művészetek Háza, akkor még ezt Petőfi Sándor Művelődési Központnak hívták, annak az igazgatója. Nekem akkor azt mondta egy akkor már több évtizede a kulturális szférában dolgozó kollégám, munkatársam, aki intézményvezető volt, hogy neki az eredeti szakmája az sebészorvos, és nekik azt tanították az orvosi egyetemen, hogy egy műtétet négyesre mindig meg kell tudni csinálni. Mert a négyes az a jó. Tehát jól mindig meg kell csinálni. Lehet kiváló, lehet példás, lehet csillagos ötös, tehát lehet ötös, meg az a példás, az a kiváló, az nagyon jó, de sohasem lehet közepes, tehát hármas. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos rendező elvén szerintem, hogy törekedni kell persze a maximumra, a tökéletességre, de jól mindig minimum meg kell csinálni minden munkát. És hogyha én ezt várom a munkatársaimtól, és ezt igyekszem akkor adni, amikor én alkalmazott színész vagyok egy másik társulatban, amikor egy másik színházban játszom, ott nekem az a dolgom, hogy legalább jól, de inkább példásan elvégezzem a dolgomat, akkor lesznek a vezetőim elégedettek velem. De ugyanez a televízióban, a filmgyárban ugyanígy igaz. És én ezt várom a munkatársaimtól is. És egymást támogatva közösen tudunk sikereket elérni. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos a csapatmunka, nem csak hogy fontos, hanem hogy alapfeltétele annak, hogy sikeresen tudjon működni mondjuk egy színházi társulat. A másik, a Fórum Színház azért különösen kedves gyermekem nekem, azon túl, hogy ahogy már említettem, ugye Szentendrén mondom, itthon vagyunk. A Magyar Kultúra Napján volt az első közös bemutatónk a Szentendrei Teátrummal a PMK-ban. Ugye ez volt Fekete István Tüskevára, amiben külön öröm volt, hogy egy ifjúsági előadást hozhattunk létre. Játszott benne a Debreceni Csokonai Színház egyik vezető művésze, a Fővárosi Operettszínház egy művésze, gyermekek a Fórum Színház társulatából. Tehát ez egy olyan koprodukció volt, ami sok mindent fémjelez, azt, hogy egy családi előadás, tehát hogy mindenkihez szólunk, azt, hogy koprodukcióban csináltuk meg az első előadásunkat a Szentendrei Teátrummal, tehát hogy mi összetartozunk ilyen értelemben, és nekem nagyon nagy öröm, hogy Lőrinci György igazgató úrral nagyon fontos és jó partnerek vagyunk, ezen felül még barátok is vagyunk személy szerint, ami külön öröm, meg előny ebben a tekintetben. Másrészt nagyon nagy dolog, hogy most a Szentendrei Nyár programsorozatán belül a polgármesteri hivatalnak az udvarán játszhattunk nyáron, és Rég Kuninak a Feleség 40-nél kezdődik című nagy sikerű vígjátékát mutattuk be, Beleznai Endrével, Magyar Attilával, Pikali Gerdával, Gregor Bernadettel, Nárai Kovács Zsomborral és jó magammal a főszerepekben. És ez egy olyan zajos sikerű előadás lett, hogy egy hónappal a bemutató előtt már nem volt szabad jegy. Megjelentek a jegyüzérek, ez csodálatos dolog, tehát ugyan törvénytelen, de ez a legnagyobb sikert mutatja egy színház életében, amikor már üzérek árulják jóval drágában a jegyeket, mint amennyiért mi árultuk. Tehát ez azt mutatja, hogy van igény Szentendrén arra, hogy legyen állandó színház, és én azt gondolom, hogy a teátrumban mi nagyon klasszul meg tudjuk osztani a feladatokat. A Fórum Színháznak nem titkolt célja az, hogy Szentendrén és a Dunakanyar régióban a szórakoztató színházi kategóriában mondjuk a legfontosabb tartalomgyártó legyen, és éppen ezért nagyon jól megfér egymás mellett a teátrummal a közös munkánk, hiszen ők egy csomó olyan míves munkát végeznek el, ami nem a mi profilunk, és ami viszont a szórakoztatásban a Fórum Színháznak a profilja, abban azt gondolom, hogy ahhoz nagyon értünk, úgyhogy a Feleség 40-nél kezdődik, az minden hónapban látható lesz a PMK-ban. Tehát ha csak valami szörnyű energetikai válság vagy egyéb el nem ér minket, akkor az a terv, hogy itt folyamatosan játszunk. Tehát a Fórum Színház egy állandó játszóhelyjel fog rendelkezni, akkor itt most már Szentendrén, és ez a következő esztendőre is igaz. Ezek a terveink, és jönnek a további bemutatók. Én már nagyjából egy évre előre látom a munkatervünket és a munkamenetünket.
annyit elárulhatok ebből, a sok-sok tervből, hogy egy dolog biztosan meg fog valósulni, lesz olyan szentendrei színházi előadás, ami kifejezetten Szentendréről szól, Szentendre nagyjairól és a szentendreieknek. Tehát olyan színházat csinálunk Szentendrén, ami kifejezetten ide készül nekünk. Hogy lehet minimum jóra, de inkább kiválóra megcsinálni bármit is ennyire sok fronton, tehát azért nagyon gazdag és változatos pályát futottál be eddig is. Tehát, hogy ezt hogy lehet megvalósítani? Biztosan, ugye ahányan vagyunk emberek, annyiféle módon gondolkodunk arról, hogy az embert még segítik az életben. Én Isten hívő ember vagyok, és én azt gondolom, hogy a jó Isten kegyelméből fakad az embernek a tehetsége, meg a fizikai ereje is, és az eltökéltsége is. Nyilván kell hozzá egy konok személyiség, amivel én rendelkezem. Most mondok egy egészen másfajta, hogy mondjam, ilyen hitrendszer, tehát hogyha onnan nézzük, hogy én egy makacs skorpió vagyok, mellette még egy nyakas kálvinista is, akkor hogyha ezt a kombót nézzük, akkor az azt jelenti, hogyha általában elhatározok valamit, akkor azt végig szoktam járni ezt az utat. Vagy ha nem, az az út nem működik, akkor mint ahogy a GPS mondja, újra tervezés, és akkor egy másik úton, de a cél az ugyanaz. Úgyhogy ez biztos fontos, hogy legyen személyiség, legyen valami fajta tehetsége az embernek. Ezt mondom mindenkire persze, aki sikerrel tudja vinni, meg nagyfokú hite abban, amit csinál. Szerintem az nyilván az én családomtól eredeztethető azt, hogy mit hozok otthonról, hogy én ezt láttam a szüleimtől is. Nagyon fontos, hogy ne legyen büdös a munka az embernek. Tehát az például egy nagyon fontos alapszabály, hogy ez végtelenül sok lemondással és munkával jár, az, hogy az ember sikereket érjen el, pláne hosszú távon. Ehhez kell egy szerető család, ehhez kell egy kitűnő otthoni közeg, egy csodálatos feleség, olyan gyerekek, akik ezt látják, tudják, elfogadják. Közben nyilván én is igyekszem úgy balanszírozni az életemben, meg az időkkel, az én időkkel, a te időkkel, a család idővel, hogy nekem nem az első már régóta a karrierem és a pályám, az a második, deklaráltan a második. Legelső családom, ez biztos. És aztán még egy dolog kell hozzá. Ez nem biztos, hogy a pálya elején így van, de egy bizonyos kor után csak akkor lehet szerintem jól csinálni valamit, minimum jól, hogyha ez az ember azt szereti. És hogyha olyan emberekkel dolgozik együtt, akikkel szeret együtt lenni. Tehát én abban a luxusban élem az életemet most már jó néhány éve, hogy egyszerűen kiirtottam az életemből azokat az embereket, már a kapcsolattartást persze, akik úgy érzem, hogy energiavámpírok, negatívak, nem a siker útját segítik elő, és nem az öröm útját segítik elő. Én szerintem nagyon fontos alapvetően az élethez való hozzáállásban, hogy az ember mennyire gondolkodik pozitívan. Hiszen el lehet indulni egy nap otthonról úgy, hogy beállsz a 11-esen a dugóba, és azt gondolod, hogy úristen, már megint itt állok ebben a rohadt dugóban, soha nem fogok beérni, zuhog az eső, rám fröccsent, amikor beültem a kocsiba, ez a nap is el van rontva már az elején. Meg lehet úgy beülni az autóba, hogy ülsz a 11-esen a dugóba, és azt mondod, de jó, tudok zenét hallgatni, még időben elindultam. Rám fröccsent ez, és akkor mi van, majd lemosom egy törölközővel, kiszedem, vagy váltok egy gatyát, és akkor na, zákson, nem történt semmi, viszont egészséges vagyok, viszont csodálatos családból indultam el. Reggel rámosolygott a kisfiam, ez volt az első, amit megláttam, és aztán rögtön a feleségem. Mehetek oda, ahol dolgom van, amivel pénzt tudok keresni, amivel egzisztenciát tudok teremteni a családomnak. Örömteli, amit létre fogok hozni a mai napon, az egy csomó embernek örömet fog okozni. Mert vagy lesz belőle egy televíziós sorozatban egy adás, vagy egy színházi előadás, vagy egy stand-up, vagy egy gyümölcsöző együttműködés. Milyen jó lesz ez a nap, mennyire jó, hogy édesanyám nagyszerű egészének örvend, de jó, hogy van kihez bemenni Budapestre, vagy elmenni vidékre, mert sok százan várnak minket ott. Tehát csak azt akarom kihozni az egészből, hogy az, hogy az ember mi módon áll hozzá a saját életéhez, meg a mindennapjaihoz, az alapvetően meghatározza azt, hogy sikerül-e minimum jól teljesíteni minden napot, mert az ember ugyanúgy
tehát az mindenkinek a saját maga döntése, és azt kell mondjam, hogy majdnem élethelyzettől függetlenül, nyilván vannak sorstragédiák, nyilván vannak végzetes betegségek, vannak nagyon mély pontjai az életnek, ez elkerülhetetlen. Amiket az ember megél, amiket az ember meggyászol, oké. De alapvetően mindenkinek minden élethelyzetben, bármelyik kontinensen a saját maga döntése és felelőssége, hogy az életét pozitívan, boldogan éli, hittelteli módon, azt gondolva, hogy képes vagyok mindenre, ha rossz, változtatok rajta, ha jó, akkor ezt igyekszem megőrizni. Vagy pedig lemondóan, teszetoszán, tutyimutyin, várva azt, hogy na, berepül-e a sült galamba számba, esetleg, hogyha valaki pofonra lenti a kezét, akkor pont én fogok-e belefutni. Ebben óriási felelőssége van mindenkinek. És én szerintem itt volna egy picit ősztársadalmi szinten érdemes elgondolkodni, hogy vegyünk egy nagy levegőt, egy nagy bátorságot, és próbáljuk meg azt, hogy akár most valaki, aki hallja ezt a beszélgetést, próbálja ki bátran, hogy na, holnap, amikor fölkeltem, megpróbálok mosolyogva nekiindulni. Keresztapám, aki református lelkipásztor, mindig azt mondta, hogy két ember között a legrövidebb út az egy mosoly. És egészen más. Egészen más, hogyha egy mosolyjal indítasz valamit, mint hogyha azzal, hogy hö. Mert más lesz a viszontreakció. Arra te is másképp reagálsz, és abból más sül ki. Igen, ebből is kiderül egyébként, összeáll, hogy most lehet itt lehetsz nyakas skorpió, de hogyha nem ilyen szemlélettel állnál az egészhez, és nem azt gondolnád, hogy alapvetően belőlünk mindenkinek magából indulnak ki a sikerei, illetve kudarcai, a csillagok együttállása az már egy másik kérdés. Nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, és még egyszer gratulálok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönöm a kedves meghívást, és köszönöm a gratulációt a Magyar Arany Érdemkereszthez, ami a családnak és a társulatnak is szól, a Fórum Színháznak legalább annyira, és Szentendrének, mint nekem személy szerint. Köszönöm szépen.